Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Rendőrös videó következik. Bontogatom itt a dolgaimat. Megmondom őszintén, azért vártam vele idáig, mert ez kettő rendelés volt, mert az első egy csomó minden nem jutott eszembe. Ugyanis készülök nektek majd egy... Volt ilyen kérés, hogy húsmentes napot is csináljak, teljes napi menüt, és mivel én alapvetően nagyon szeretem a húst és az állati eredetű termékeket, ételeket, de nagyon szívesen eszem vegán cuccokat is egyébként, úgy gondoltam, hogy készülök akkor nektek egyet, viszont kidolgozom, tehát egy pici időt még várjatok vele, mert már van néhány ötletem, van is olyan recept, amit már kipróbáltam, de vásároltam hozzá még néhány dolgot, és ezt meg fogom nektek mind mutatni. Vannak olyan dolgok is, amit már láttatok nálam, de épp kifogyott, vagy nagyon szeretem, vagy nem mutattam meg. Például ezt a Natti Mixet most megint rendeltem. Múltkor tök tutin bemutattam, de nem mutattam meg, hogy néz ki. Úgyhogy most ezt megteszem. Nem bénázok nagyon. Na jó, készültem egy ollóval. Tehát ebben van biofilizált epe, kókuszchips és magvak. Ezt a zaktására szoktam nem túl sokat, egy keveset rátenni, tehát elég sokáig elég. 300 g-os egyébként. Aztán mi van még itt nekünk? Elfogyott a kollagénem, ugye előzőleg a ránkol kollagént vettem, de most ezt a kollapinket, egyébként váltogatni szoktam, hol a kollapinget, hol a ránkolg nevezetű kollagént veszem. Mind a kettőt szeretem, ez az oka. Ennek van ez a mangó-narancs ízesítésű komplexe, én ezt nagyon-nagyon kedvelem, nagyon jó íze van. Van benne mindenféle, azon kívül, hogy kollagén, AC, B2, B3, B7 vitamin, cink, szelén, hialuron, tehát nagyon-nagyon összetett dolog, és még szőlőmag kivonat is van benne, tehát az öregedés ellen mindenképpen szuper. A kollagén hidrolizált, és én úgy látom, hogy egy adag az 8 g, és 6,3 g van egy adagban. Ugye, hogyha valaki dupla kanállal leszik, akkor 12,6 g kollagén van egybe, tehát elég magas a kollagén tartalma. Mostanában kezdem ezt tényleg csak zárójeles megjegyzés észrevenni azt, hogy ez a olyan kb. 3-4 éve fogyasztok, 4 éve biztos, hogy fogyasztok kollagént rendszeresen. Ugye érezni semmit nem kell tőle, viszont ahogy nézegetem a Facebookos 1000 éves ismerőseimet, akik fiatalabbak nálam, és én úgy látom, hogy nem annyira ráncos az arcom, mint ebbe az életkorba lenni szokott, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a kollagén dolog, ez kifizetődik, hogyha az ember rendszeresen fogyasztja. Természetesen nem csak a bőrre jó, hanem ugye az izmok, ízületek, szalagok hidratáltságát is javítja, illetve megakadályozza a kiszáradást, öregedést, vagyis lassítja, úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes fogyasztani. Van itt nekünk pörgető, na ez volt a másik, amit elfelejtettem, már ahogy feladtam a rendelést is, mondom, úristen, a pörgetőt elfelejtettem, úgyhogy egy picit azért hiányzott, megmondom őszintén, előzőleg a freezert használtam, de visszatértem a torra. A freezer is szuper volt, de én ezt egy kicsit erősebbnek érzem, úgyhogy én most ezt a tort fogom megint fogyasztani, és mangó marakujás ízbe rendeltem a változatosság kedvéért. Valahogy ezek a mangó marakuja, narancs, ezek nekem nagyon beváltak. És most nevetni fogtok, ugye elfogyott a magnézium is, mangó marakujás ízesítésű, és ezt rendeltem megint. Ugye ebben elég magas magnézium tartalom van, mint mondtam múltkor is, egy adagban 375 g magnéziumot ír, tehát egy adag 5 g-os a kis kanál, ami benne van. Edzős italomba szoktam ezeket betenni. Na, van a Vita termékcsaládja a Jim Beamnek. Bio kakaóvaj nevezetű kis termék ez, ami náluk van ebbe a termékcsaládba, az általában vegán és bio, úgyhogy a videóhoz, amit majd készítek nektek, ahhoz választottam. Most én úgy látom, hogy ez a kakaóvaj, ez ilyen granulátum lehet,
de rá is van írva, hogy fel kell olvasztani. Nem tudom még, hogy mit csinálok vele, lehet valami brownit, vagy nem tudom, megmondom őszintén, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó, hogyha van, és akkor már kitalálok valami szuper receptet nektek. Ez szintén a vanavitás. Ez egy ilyen komplex gabona keverék, ötféle gabona szem van benne, mindjárt mondom mi. Rizspehely, zabpehely, wheat flakes. Mi a wheat? Nem az is zab. Lehet, hogy bóza. De jó, hogy nincs rajta róla. Na jó, ebben most egy kicsit belezavarodtam, bocsi. Tehát ötféle mag van benne. Mag. Gabona. Kiderül majd, kiderül. Ilyen zabkása jellegű, vagy skása jellegű dolgot szeretnék majd belőle készíteni. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt nagyon vártam. Vegán protein bor, ami 13 vitamint és 10 féle ásványi anyagot tartalmaz. Vaníliásat választottam, mert ugye az mindenféle ilyen süteményekben is szuper, meg palacsintának esetleg, ilyen alapnak. Ez 4 féle növényi fehérjét tartalmaz, méghozzá borsó, barna rizs, napraforgó mag, és itt van ilyen, hogy hemp protein, az nem tudom, micsoda, megmondom őszintén. Fél kilós egyébként, pont most fogy el a Truvé fehérjém, és úgy gondoltam, hogy ez nekem is jó, meg erre a vegán videóra is szuper lesz. Ami elfogyott és már nagyon hiányzott, nem mutattam még be nektek így videóba, de nagyon-nagyon kedvelem, ez a Jim Beamnek ez a protein, palacsinta és gofri mixe, csak víz kell hozzá, és ugyanúgy kell összekeverni, mint egy fehérjét, de hát ugye sűrűbb lesz, nem is nagyon szoktam egy idő után mérni, hanem úgy érzésre, és akkor én ebből szoktam ilyen kis mini amerikai palacsintákat vagy gofrit készíteni. Persze magas fehérje tartalma van, de egyébként ezt mondom is nektek. Egy adagot 50 g-nak ír, és ebben van 21 g fehérje, azért az nem rossz, nem rossz. És hamar kész is van. Na, nem tudom, kóstoltátok-e már, de van a Jim Beamnek protein chipsze, nagyon finom. Van sós és paprikás is. Mind a kettő. Hát én most megmutatom nektek. A sósat kibontom. Jobban szeretem egy picit, de csak egy ilyen picivel. Ez így néz ki. Tehát nem az a burgonya chips, hanem ez egy ilyen kis komplex keverék. Egy zacskó 40 g-os, és egy zacskóra ír 2,8 g zsírt, azért ez nem rossz. 24 g szénhidrátot, viszont ebből cukor az 0,8 g, tehát mindenképpen jobb választás, mint egy rendes chips. Rendes chips, ezt marha jól megmondtam. Tehát egy sima bolti chips, amit lehet kapni. A fehérje tartalma 8,4 g, tehát azért fehérjével dúsított mindenképpen. Ja, van itt még nekem ilyen, erre már nagyon vártam, mert ez nem túl rég jelent meg ez a termék, csak múltkor valahogy elfelejtettem berakni kosárba, az előző haviba szerettem volna rendelni. Mézes mustáros nulla kalóriás öntet. Biztos láttátok már, van ebből barbecue-t, azt nagyon sűrűn használom, van nekik a cézár, ketchup, bolonyai, a bolonyait azt már mutattam is, egyébként isteni finom, húsokra vagy salátákra csak így simán rá lehet, hogyha valaki nem szereti dresszing nélkül fogyasztani ezeket, ezek nagyon szuperek, tényleg nagyon finomak. Biztos vagyok benne, hogy a mézes mustáros is el fogja nyerni a tetszést. Na ezt figyeljétek, vettem ilyet. Ez is ilyen vegán cucc, még életemben nem kóstoltam. Kíváncsi vagyok, hogy
milyen ízű. Azt írták, hogy húst is helyettesít, illetve sajtot is. Akkor van itt nekünk szintén vegán proteines tészta, ami azt hiszem, hogy vörös lencséből van, igen, vörös lencselisztből van, és ugye természetesen tojásmentes, teljesen vegán. Sokféle, hogy is mondjam, nem búzalisztből készült tésztát szoktam fogyasztani, például köles tésztát, ugye vörös lencse tésztát, rizstésztát, meg borsótésztát, és mindegyiket szeretem, megmondom őszintén. A rizstészta szokott lenni a legkedvencem. Vettem egy kis kalciumot, ehhez túl sok mindent nem fűznék hozzá. Csontok erősítésében nagyon fontos szerepet játszik. Akkor Q10 koenzim, ugye első ilyen rendelős videóban beszéltem róla, az általános vitalitást, illetve az fokozza, illetve az öregedést kicsit visszaszorítja. Én mindenképpen javaslom a fogyasztását. Probiotikum, nem tudom, szoktatok-e fogyasztani? Én alapvetően szinte állandó jelleggel fogyasztok, mivel úgy gondolom, hogy az általános egészségünk az a beleknek, belső szerveknek az egészségével kezdődik, és segíti az emésztést. A probiotikum nem csak antibiotikum kora után javaslom, szerintem állandó jelleggel érdemes fogyasztani. Na, ezt már mutattam nektek, ez is van a vitás, ez a gyömbér kurkuma kapszula elfogyott, úgyhogy még most is tele van influenzással egyébként a környezet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes fogyasztani gyömbért és kurkumát is. De aki nem lusta, az nyugodtan reszelje magának, csináljon gyömbért, tehát az is egy cakkumpak szerintem a elkészítése másfél perc, és akkor mit tudom én, egy negyed órát úgy hagyja, leszűri, kis méz, citrom, és akkor már lehet is inni, nagyon egészséges. Van nekünk D-vitaminunk, ez ugye múltkor is volt, elfogyott, úgyhogy rendeltem most 120 darabosat, mert ugye ebből van kisebb kiszerelés, és túl hamar elfogyott, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy most egy kicsit nagyobb kiszerelést bevállalok. Aztán, ebből kettő is van, mert az elve is a kettőféle, az egyik GB-nek van ilyen szettje, ami sportmelltartó, illetve sportalsó. A melltartót már vettem, viszont egy picit kevésbé férek el benne, ugye nem túl kis háttal büszkélkedhetem, úgyhogy én egy mérettel nagyobbat rendeltem, de megmutatom nektek, hogy milyen. Nagyon szuper egyébként. Lányoknál, még ha nem is kell tartani semmit, de az adóvevőt egyébként takarják ezek, én azért szoktam ezeket felvenni edzésre elsősorban, mert nekem azért hogy annyira nem lengedeznek a dolgok. És az alsó sokáig nem lehetett kapni, viszont mivel annyira tetszett ez a kis sportmelltartó, gondoltam alsót is szeretnék hozzá, és láttam, hogy végre van, megmutatom nektek azt is, remélem, hogy jó méretet rendeltem, de szerintem jó lesz. És ilyen szépséges kis, ez 3 darabos, a melltartóban egy van, ebben pedig 3. A Few Brain-t ezt múltkor mutattam nektek, múltkor próbáltam ki először, el is fogyott egy dobozzal. Megmondom őszintén, hogy én éreztem a hatását, ugye ez segít fókuszálni. Edzés közben az izomtudatot egy picit én jobban éreztem. Az is lehet, hogy placebo, megmondom a frankót, lehet, hogy placebo, de én éreztem edzés közben, hogy jobban oda tudok figyelni bizonyos izmokra, amire korábban nem tudtam annyira fókuszálni. Úgyhogy én mindenképpen azt fogom tenni, hogy fogyasztom rendszeresen. Akinek ilyen problémái vannak, szerintem segíthet. Na, ilyen flakonom volt már rózsaszín, de úgy gondoltam, hogy kipróbálok egy más színűt is. Tök jó egy fél literes, azt hiszem. Vagy nem, szerintem ez 75 mint az se, hogy literes. Hát most meg nem mondom. Vagy 750 millis, vagy literes. De szerintem 750 millis. Elég sok minden belefér. Akár kirándulni, vagy edzéshez is tök szuper. No. Ezt a felsőt is nagyon szerettem volna. Megmondom őszintén, hogy az egyik kolleginánál láttam, Adélnál, hogy ezzel a Laci valami most rajta van, megmutatom.
ez amelyiknek ez a Jim Beam felirata van itt vastag gumián, ezzel vette fel, és olyan jól mutatott együtt, hogy feltétlenül be akartam szerezni egyet magamnak, és ugye ez ilyen kicsit rövidebb, derék nélküli, felül van egy jó kis kivágás, a hátul pedig a márkajelzés. Van ilyen nem sárgába, az is nagyon jól néz ki szerintem, tök bírom az ilyen vidám színeket. Nem csak tavasszal, én télen is nagyon szeretem. Van egy ilyen kis póló, ez férfi póló, ilyen szép piros, egy tűzpiros, marha jól néz ki. Remélem, hogy tetszeni fog, vannak akinek szánom, de biztos vagyok benne. Ezt pedig már láthattátok nálam rengetegszer, ez a protein cookie, ez az amerikai kex. Nem tudok belőle eleget rendelni, a kedves vendégeim is imádják. Egyet kinyitok nektek megint, nem, lehet, hogy valaki nem látta az első videót, és nem tudja, hogy hogy néz ki ez az incsiklandozó proteines kex, illetve süti. Brutál, és nézzétek milyen vastag. Egyébként egy étkezést, egy ilyen edzés előtti, vagy hogyha el kell szaladnotok valahova, és pont nincs nálatok étel, de megélhetek, tökéletes. Táskába elfér, úgyhogy nyugodtan lehet fogyasztani. Ez most megint elég lesz nekem néhány hétig. Aztán nyáron valószínű nem veszek, mert elindul a versenydiétám. Videóban még azt hiszem, hogy nem mondtam el, de októberre tervezek visszatérni a színpadra. Nem szeretném megváltani a világot, 38 éves leszek idén, úgyhogy önmagamhoz képest a legjobb formámat szeretném nyújtani, hogy mire elég, azt majd meglátjuk, viszont megint lesznek új szuper fotóim, meg újra formában leszek, amúgy az izomzatommal nincsen problémám, a testzsír százalékom pedig képlékeny. Hogyha szeretnétek rendelni a Jim Beam-től, ne felejtsétek el a GINA 5 kódot használni, amikor a kassa végén vagytok, ott ki van írva, hogy kedvezmény kód, és akkor oda be lehet írni, ráokéztok, és akkor le is vonja az 5% kedvezményt. Remélem tetszett a termékbemutató. Hogyha bármi olyan termék van, amit szoktatok nálam látni, de mondjuk lehet, hogy mostanában nem vettem, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, szívesen beszélek róla. Remélem segítettem nektek egy kicsit a választással. További kellemes napot kívánok, sziasztok!